me now. Come with me now. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. Walk with me now. I'm gonna take you down. Walk with me now. I'm gonna show you how. Egy örök emlék maradt számomra az a két mérkőzés, mert azt kell, hogy mondjam, ugye nem véletlen, hogy az én gólomban nyertünk, az örökre megmaradt bennem. És a hazai mérkőzés is, ami egy paprikás mérkőzés volt, és tényleg szerencse is mellénk pártolt. Igaz, hogy tettünk is érte, hisz itthon csak döntetlen tértünk el velük, de ugye az az egy gólos győzelem ott Debrecenben az a döntőbe segített bennünket. Hát számomra a pályafutásom egyik legnagyobb emléke azon felül, hogy utána még a döntőt ugye meg kellett vívni, de már az is egy óriási siker volt, hogy a döntőbe kerültünk. Abszolút szép emlék, mind a két mérkőzés, egyrészt azért, mert nyertünk Debrecenbe, másrészt meg második meccsen igaz, hogy X volt, de sikerült gólt rúgnom, és hozzá tudtam járulni a döntőbe jutáshoz, úgyhogy csak jókat tudok mondani mind a két mérkőzésről. Akkoriban azért a debreceni párharcok azok nagyon élesek voltak, mert akkor Debrecen volt Magyarország legjobb csapata, És ugye az már egy külön nagyon nagy szó volt, hogy ugye két meccses párharc során rajtuk túljutottunk. Ugye a téli szezonban jöttem vissza, és akkor már a csapatnak kialakult egy játékrendszere, és a bajnokságban elég jó helyen állt. És akkor fogalmazódott meg igazából, hogy megadatott ez a lehetőség, hogy a kupában is, illetve a bajnokságban is jól tudunk szerepelni. Ott már... Amikor én visszajöttem a téli felkészülésre, már kimondott cél volt, hogy a kupában minél jobb eredményt elérni, illetve a bajnokságban a dobogónak az elérése is lehetőség volt. És hát ezért a csapat mindent megtett, illetve a vezetőség, egy nagyon jó közösség jött össze, úgyhogy kimondott cél volt az, hogy próbáljuk megszerezni a dobogót, illetve a kupában a végsőkig el tudjunk menni. Nekem az volt igazából a bemutatkozásom után, ugye a 2003-as év után az első olyan meghatározó év, amikor úgy megmutathattam magam. Igazándiból akkor még perememberként, mert nagyjából ugye cserem játékosként kaptam lehetőséget legtöbbször, de ugye a kupagyőzelem és a bajnoki bronzérem az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megvessem a lábam ugye a csapatban. Természetesen ahogy teltek a meccsek, mindig tovább jutottunk. Persze szerettünk volna tényleg a döntőbe jutni, és ha már ott vagyunk, akkor megnyerni azt a mérkőzést is. Hál' Istennek ez sikerült, és emellett meg a bajnokságban is azt gondolom, hogy tényleg szépen szerepeltünk. Tényleg az a csapat együtt volt, és sikerélyes volt, és éreztük, hogy mekkora lehetőség előtt állunk, és tényleg szívünket, lelkünket beleadtunk. De hogyha így visszaemlékezem, nem sok olyan élményem van, amikor én a Debrecen ellen játszottam, hogy ott sikeres tudtam volna lenni. Úgyhogy ez a kupában nagyon jókor jött, és tényleg ráfért a csapatra az, hogy ott tudjon nyerni. Pont egy ilyen szituációban is ez a Magyar Kupa győzelem segített bennünket. Én azt gondolom, hogy itt a Videótonban lettem úgymond érett játékosa, lehet ezt mondani. Én itt értem el a legszebb sikereimet, úgyhogy mindenképpen ez az év is közéjük tartozik. Igazából én ugye most, hogy már a pályafutásom vége felé járok, most szoktam így számot vetni magammal, meg a pályafutásommal, meg összegezni, hogy nagyjából mit is értem el. Amíg aktív voltam, erre nem is nagyon gondoltam, de ismerősök, barátok felhívták rá a figyelmet nem egyszer, hogy azért a saját nevelési játékosként ugye mindent megnyertem Magyarországon, amit meg lehetett, és mindent a Videótonnal, úgyhogy ezért is egy nagyon különleges helyet foglal a szívembe ez a csapat, és ugye a város, a szülővárosom. És ez a 2006-os év volt az, ami elindított engem a siker útján, és ugye voltak azért buktatók, mert azért a klubanyagi helyzete az nem volt mindig rózsás, de szerintem a 2006-os év is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy utána ugye láttak perspektívát a klubban, és ugye befektettek, és ami onnantól kezdődött, az pedig a most is íródó sikertörténet. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, én azt gondolom, de én mindenképpen Vidi sikerre számítok, úgyhogy nagyon drukkolok a srácoknak, hogy ennyi év után sikerüljön döntőbe jutni, és esetleg, ha úgy alakul, akkor meg is nyerni Magyar Kupát. Walk with me now. I'm gonna take you.